Hely, öreg Isten apám, ott fenn az égen. Öreg Isten apám, téged hívlak. Boldog asszony anyám, a föld rejtekében. Boldog asszony anyám, téged hívlak. Hely, öreg Isten apám, magas hegy tetején. Öreg Isten apám, téged hívlak. Boldog asszony anyám, a völgy mélyében. Boldog asszony anyám, téged hívlak. Hely, öreg Isten apám, a tűz szentélyben. Öreg Isten apám, téged hívlak. Boldog asszony anyám, a forrás mélyében. Boldog asszony anyám, téged hívlak. Testvérem, légy szíves, gyújjon meg. Tisztító, tűzte gyönyörű, tűzte meg tisztító, tűzte gyönyörű, tűzte meg tisztító, már gondoltál arra, hogy mi az, amiket el akarsz engedni, mi az, amiket ott akarsz hagyni a tűzön. Amikor ott vagy a tűzön, akkor gondolj megint ezekre, rakd bele őket, rakd bele gondolatban ebben a karácsban, vigye el a tűz. Kérjél a tűztől erőt, energiát az életedre. Kérjél áldást az életedre. Majd tanulunk egy légzéstechnikát hozzá, amivel nekiindulunk majd a tűznek. Valaki várni fog majd a túloldalon ezzel. Ez bárki lehet a csapatból, tehát aki úgy érzed, hogy aki ezt szívesen át kell nézni, még a tűzön is, azt szólítod majd, amikor nekiindulunk, és arra kérlek, rága barátom, várjál ott a túloldalon, és akkor ő kitárja a kezét. Te fölveszel vele egy szempontlaktust, nem a tüzet nézed, a tüzet csak belélegzett magadba, és amikor eljön az ideje, akkor szépen átsuhansz a tűz fölött, kapsz hozzá egy erőt, egy energiát. Mondom, egy nagyon-nagyon nehéz, az egyik legnehezebb gyakorlat, ugye az elme, az tele van félelmekkel, főleg amikor ott áll szerette, és most még hát jó, hát ott egy parázsban, ki van húzva a parázsszőnyeg, és áll szerette, és érzed, hogy perzseli a lábadat, és ez tényleg meleg, és ezt át kell menni rajta, akkor az emberen sok minden végigfut. Most pedig összehúzzuk a parázsat. Köszönjük a tűznek, hogy erőt adott nekünk.